Sziasztok! A mai videóban a DM új márkájával fogunk ismerkedni, méghozzá a Trendy Tappal. Már egy kicsomagolós videóban láthattátok ezeket a termékeket, lerakom majd az infoboxba ezt a videót. És már egy terméket kipróbáltam, a többit viszont csak befotóztam, úgyhogy őket még annyira nem ismerem, csak egy-egy swatch alapján van egy pici benyomásom velük, úgyhogy ez egy első benyomás videó lesz, most fogom ezeket felkenni először. Na de a termék, amit már úgymond ismerek, vagy legalábbis próbálgatok, ez a Trendy Tap körömlak, ez a Soft Matte körömlak, ez a 0-30-as árnyalat, és hát gyönyörű, ez egy ilyen világos lila, pasztelles árnyalat, egy kicsit engem a levendula fagyira emlékeztet a színe, és teljesen matt, viszont két-három réteg, nekem három réteg kellett, hogy tökéletesen csíkmentessé tegye a körmömet, és hát teljesen matt, és szerencsére nagyon gyorsan száradt, úgyhogy nem volt vele különösebb gondom, hogy ezt a száradás időt megvárjam, és meglátjuk, mennyire tartós, ezt le fogom rakni majd az infoboxba, ezt az információt, hogy hány napig bírta körülbelül a körmeimen. Minden esetre ma rengetegen megdicsérték a körömlakomat, úgyhogy magáért beszél, és nagyon jó kis körömlak színeket láttam amúgy a márkánál, az Álványon. Nagyon bejönnek ezek a nude, piszkos színek, amik amúgy más márkánál nem annyira jellemzőek. Na de nézzük, akkor újra kibontam ezt a kis csomagot, mert azért nem baj, hogyha kibontom, hiszen benne vannak a termékek. Néha olyan hülyeségeket tudok egy-egy videóban mondani, hogy ez borzasztó. Szóval ez a Trendy Tap alapozó fog most gyorsan felkerülni a bőrömre, és remélhetőleg eltüntet mindent, ugyanis azt ígéri, hogy alapozó és korrektor van benne. Eszembe jutott a szó. Szóval, hogy alapozó és korrektor, tehát hogy ez egy magas fedésű alapozó, ami tök jó, hiszen néha a bőrhibákkal küzd az ember lánya, illetve van, aki abszolút problémás bőrű, én most bőrhibák hegyeivel küzdök, nem tudom, bekattant a bőröm így tavasz-nyár elején, és lássuk is, mit tud. Beauty Blenderrel fogok dolgozni, ez a nude verziója, hiszen azzal szoktam általában, és ilyenkor nem akarom, hogy a benyomásomat esetleg megváltoztassa az, hogy eltérek a napi szokásaimtól, és reméljük, hogy a szín is jó, ez a 20-as árnyalat, ugye. Kicsit rózsaszínes, amikor le vagyok barnulva, annyira nem passzul a bőrömhez, de ugye most nem is a smink a lényeg, meg a sminkelés, hanem az, hogy megnézzük, hogy tényleg tudja azt, amit ígér. És tényleg magas fedésű, úgy látom, hogy egyébként tényleg tök magas fedése van. Nagyon krémes, egy kicsit nehezebb eldolgozni, mint az átlag alapozóimat, de ez a magas fedésű termékekre jellemző. És úgy látom, hogy ezt nem is nagyon kell majd építgetni, hanem ez így egy körben elfed mindent. És vannak azért pattanásaim, úgyhogy van mit fedni. És nem látom, hogy túl mat lenne ez a dolog, úgyhogy ez nem egy full matte finissű termék, gyönyörűen kiegyenlíti a bőrszínemet, úgy érzem. De az eldolgozása szerintem szivacssal, blenderrel lehet a legjobb. Ilyen beütögető mozdulatokkal. És tényleg szépen fed. Úgyhogy ezt a dolgot tudja, de megnézem a leírás, gyorsan ide teszem, mert van hozzá egy leírás is, és úgy jobban láttam, szóval korrektoros alapozó, kiemelkedő alapozó, lágy, magas fedésű, egyébként lágy, és nem annyira ragacsos, nem ez a nagyon krémes érzés, sőt, nem is nagyon látom. Nagyon jónak tűnik így elsőre. És megbízhatóan elfedi a bőr egyenetlenségeit és a piros foltokat. Tehát itt van egy nagyon csúnya pattanásom, oda még viszek fel egy picit, meg ide. Megnézzük az építhetőségét ezzel, hogy lesz-e esetleg maszkszerű a hatás. Nem maszkszerű, elég jó. Sőt, azt nézem, hogy itt van egy ilyen kis értágulat az orromon, amit sajnos Nyíregyházán nem tudnak kisütni, mert itt nincsen olyan lézer, de
azt is tök jól eltünteti, pedig azt nem nagyon szokták az alapozók, mert ledobja magáról azonnal. Úgyhogy ez csodálatos, nagyon tetszik. Nagyon szép természetes tőle a bőröm. Hát ez egy jó kis termék, úgy néz ki. Nyilván még számít a kifényesedés, hogy kifényesedik-e a bőr tőle, hogy milyen viselet, hogy mennyire kopik, de így az első benyomás, amit ígér, hogy szép a fedése is magas, az abszolút igaz rá, úgyhogy ez szuper. Nézzük tovább, van itt egy korrektorunk is, ami szem alatti korrektor, még hozzá nézem, hogy mit ír róla. Optikailag elfedi a kisebb egyenetlenségeket, vonalakat és a piros foltokat, valamint a szem alatti karikákat. Lágy textúrájú kasírozó szemkorrektor, hidratáló hatású kasírozó. Ez mit jelent ebbe az esetben, ezt nem tudom. Ilyen kis pufia van, tehát ez egy ilyen kis szivacssal végződik. És tekerem. Ilyenkor szoktam kiakadni, hogy nem működik a termék, de általában nem ez a baj, hogy működik-e, hanem hogy én vagyok, most már jön belőle, én vagyok türelmetlen. Világosabb egy kicsivel, ez a 10-es árnyalat, és akkor a szem alá viszek fel belőle, meg ide belül nekem nagyon látszik az ér ezen a részen, és nagyon sötét tud lenni. De akkor nézzük meg világosításra, hiszen a bőrhibákat ezt úgy nagyjából el is vettük, még egy icipicit ott látszik. Úgy azt hiszem mindent átvettem. Nagyon szeretem amúgy ezt a fajta megoldást, ezt a szivacsos felvitelt, ez nekem bejön. És akkor nézzük a blenderrel az eldolgozását. Szépen kivilágosít. Nekem nem nagyon karikásodik a szemem, bár mostanában már reggel azért látom, hogy néha de. Úgyhogy nem tudom, ebben nem vagyok én a legjobb tesztalany, de azt látom, hogy amúgy azokat a minimális karikákat és sötét részeket tényleg elfette, ami nekem van. És a bőrhibákat is szépen eltünteti, és egy ilyen fényes hatása van, én úgy látom, és nem ült be a ráncaimba, úgyhogy ez eddig elsőre nagyon-nagyon jónak tűnik, és amúgy hozzá kell tennem, hogy legalább 35 fok van itt, ahol ülök, és még nem fényesedik az alapozó, ez elég jónak tűnik, de azért várjunk vele. Van itt egy kontúrpaletta, ami már önmagában is szerelem számomra, hiszen imádok kontúrozni. A színárnyalat egy kicsit lehet, hogy világos lesz, de meglátjuk, természetes lesz, az biztos. És van egy bronzer, egy kontúr és egy highlight színe benne. Három könnyen felvihető, különböző színű kontúrozó púderrel az arc tökéletes kontúrozásához, színezéséhez és kiemeléséhez bársonyos bőrérzetet kölcsönöz. Nos, lássuk! Csak megtaláltam a kontúr ecsetet, amit kerestem. Ez egy Real Techniques másolat, nagyon szeretem amúgy ezt kontúrozásra, és ez egy matt verzió egyébként, plusz bele van nyomva a betűvel, hogy mégis mi mire való, és van egy hideg kontúrszín, van egy bronzos, ami meleg árnyalatú, és van egy világosító szín, ami egyébként mivel matt, ezért púderként is használható, és van egy fényes paletta is ebből, azt már néztem, és az valami bitang durván csodálatos, úgyhogy ezt meg fogom venni. A highlighterek, meg minden fényes szín az ilyen wow kategória, na de essünk neki. Úgy látom, porzik egy kicsit. Húha, ez nagyon szép színű. Nagyon-nagyon szép a színe. Lehet, hogy nem is kéne nekem olyan erős színeket használni kontúrozásra. Szép a színe, mutat. Most nyáron ez lehet, hogy egyébként úgymond egy kicsit kevés lesz, mert én nagyon szeretem az éles kontúrokat, de ősszel télen ez csodás lesz, és tényleg árnyék hatást ad, úgyhogy ez nagyon jó, ez a hideg tónus.
viszont porzik egy picit, ez lehet gond. Felviszek egy picit a bronzerből is. Ez is elég szépen összeolvad a színnel. Tök jó. Nem rossz. Egészen tetszik. És tényleg olyan árnyékos hatása van. Nem tudom ebből mi fog visszajönni, de így tükrön keresztül nagyon jól néz ki. És nézzük a highlightot, ugyanezzel az ecsettel felé. Szépen el tudja tüntetni, ha túlszelednénk a kontúrral, ami egy fontos dolog. Amúgy úgy látom, hogy ez tök jó színű most a bőrömhöz, vagy legalábbis ezzel az alapozóval lefedett bőrszínemhez. És hát igen, nekem hiányzik azért az a highlightos csillogás, úgyhogy ezt nem highlightnak, hanem inkább csak ilyen világosító színnek nevezni. És nézzük meg púderezésként. Itt egy NYX púderecset. Ja, szépen mattít viszont. Szóval én ezt egy púdernek hívnám inkább. Sőt, abszolút púdernek nevezném ezt a dolgot. Ez nem tudom, hogy ez talán kevésbé porzik egyébként, mint a kontúrszín porzik a legjobban. De jó, és tényleg olyan természetes, tényleg látom azt a bársonyos púderes hatást, amit ígér, úgyhogy tök jó. Nézd, van itt egy Trendy Tap, ez egész videó egy Trendy Tap videó, szóval van itt egy ilyen gíles szemöldök formázó, amiről valami leírást keresünk gyorsan, körömlak, itt van, tökéletes választás, nyáron is vízálló hatásnak köszönhetően, formázza, fixálja és optikailag dúsítja a szemöldököt, szóval vízálló, hát ez tök jól hangzik, és ez egy világos szín, tehát világosítja az én elég sötét szálaimat, és látom is amúgy a különbséget, plusz ki is tölti azt. Hát meg kell mondjam, elég jó. Bár a kedvenc szemöldökön megkezdtem, a másik az ilyen mostoha gyermek. Úgyhogy megnézzük, hogy ezzel mit tud kezdeni. Az a katasztrofálisabb, az össze-vissza nő. De úgy, hogy a szálok is össze-vissza, az egyik visszafele, a másik normálisan, úgyhogy itt nem szeretem, és nem is esik kézre a formázásnál. Viszont jó, jó kis cucc. Mondjuk én egy szemöldök pomádéval vagy ceruzával együtt használnám, de ha utazásról van szó, akkor lehet, hogy ezt fogom csak bedobni egy kis összeaszott ceruzával, és tökéletesen megvan oldva a szemöldököm. Tetszik, tetszik, nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Nem rossz. Eddig minden tetszett, ez így milyen videó lesz. Ja igen, van itt egy ilyen körömlakhoz ilyen lehúzó akármi, azt nem próbáltam ki, elfelejtettem őszintén szólva. Na jó, van itt egy ilyen fényesítő termék, ez egy highlighter szemhéra, de ki fogjuk highlighterként is próbálni, ugyan már elvittük ezt a porállagot, de meglátjuk, hogy mit csinál, hogyha rajta van. Gyönyörű a csomagolás, ezt már néztem, mielőtt megérkezett ez a csomag azelőtt is az üzletekben. Ez egy rózsaszínes, aranyos, rózsaszínes csillámokkal teli krémes termék. Ugye a krémes termékek nyáron nagyon jól tudnak jönni. Itt van a gyűrűs ujjamon. A szemhíjon, hiszen elméletileg ezek tartósabbaknak kellene, hogy legyenek. Meg ugye ez primerként sem rossz. Hát közelebb hozom a tükröt, hogy lássam, hogy mit csinálok, és hogy... Tele van mikrocsillámokkal, ilyen aranyos csillámokkal, de amúgy én nem látom, hogy annyira fényesíteni a szemhéjamat. Hát ez inkább csak csillámokat pakol fel egy ilyen, nem is tudom, talán kicsit szilikonos alapba. Ez egy szemhéj alap szerintem inkább. Nem annyira. Na, ez annyira nem tetszik. Nem mutat rosszul, nem azt mondom, de úgy... Ettől vártam a legtöbbet is, szerintem ez annyira nem hozza azt az elvárást, hogy tényleg ilyen highlighteres legyen. Mikrocsillámos szemfestéknek nevezném inkább. Nem tudom.
Ez olyan semmi extra. Nézzük meg highlighterként, hát ha úgy. Bár ugye elég húj, bontja az alapozást. Jó, hát highlighterként ezt így felejtsük el. Nem tudom, hogy a púder miatt, bár én azt mondom, hogy ez a fajta alapozásra, de hát nem is arra találták ki, úgyhogy Enikő miért kísérletezel mindig mindennel. Ez arra nem jó szemhíjon, viszont egy ilyen csillámos szemfestésként működik. Én ezeket újjal tudom legjobban eldolgozni, de annyira nem... Amennyire ígéretes ugye ez a rózsgold kis csomagolás, annyira azért nem vagyok tőle elájulva. Na de nézzünk akkor egy kék szempillaspirált, ami a Number One Mascara névre hallgat, és királykék, hogy az így hogy néz ki. Közelebb hozom ehhez is a tükrömet. Gyönyörűen bevonja a szempillákat, elég sok festéket vesz fel, és úgy látom, hogy tapasztja is a pillákat, szedek le a szélén, hogy lássuk reálisabban az eredményt. Jaj! Aha, nagyon-nagyon sok festéket hoz ki magából a termék. Hát... baromira összetapasztja a szempilláimat. Pedig szedtem le belőle rendesen. Hát ez biztos egy kék, és biztos, hogy szép lenne, ha nem ragadna ennyire össze a szempillám attól, hogy brutál mennyi, sőt. Az alsó szempilláimon borzasztó. Áh! Hát, ez szörnyű. Hát ez nem működik. Szörnyű. Szerintem borzasztóan néz ki az én szempilláimon. Nem tudom, hogy mondjuk egy hosszú dús szempillán lehet, hogy ez a mennyiség ez így eloszlik, vagy nem tudom, mit kéne csinálni, de hogy elkezdtem lehúzni, és eléggé... gondba voltam vele, most átfésülöm egy ilyen szemöldökfésűvel, hogy ez leszed belőle, akkor hogy fest? És hogyha szétválasztjuk. Póklábasítja is, úgy látom, pont abból kifolyólag, hogy rengeteg festéket vitt fel. Hát... kéknek kék, egy jó termék lenne, nagyon jól befedi a szempillákat, viszont nagyon-nagyon sok festéket visz fel, és ebből fakadóan póklábasít, és hát igen, és tapaszt, és csúnya. Úgyhogy ez a szempillaspirál, ez nekem nem jött be sajnos. És úgy látom, a szemhéj termék, ezt nem tudom mennyire fogjátok látni, de beül a ráncokba méghozzá brutálisan. Hát ez a két dolog, ez nem. Az alapozója viszont makulátlan és gyönyörű. Van itt még egy matt ajakpúder, akit feltaláltak a spanyol viaszt mostanában, ez is ilyen kis szivacsos terméken. Mindjárt elolvasom, hogy mit ír róla. Amúgy a kupakban van szerintem a termék, mert ahogy bele nyomom, visszalöki. Ez is egy ilyen kis cushion megoldás, most nagyon rákattantak a márkák erre. Ah. Hát... nagyon nehéz vele dolgozni, nagyon nem mutat jól szerintem. A színe nagyon jó.
építhető, viszont nagyon nehéz ezzel a kis szivacsos applikátorral dolgozni. A Catrice-nek van hasonló szájfénybe, viszont a szájfény is valahogy mégis könnyebben lehet vele dolgozni. Ezzel viszont gyakorlatilag én nem tudok, lehet, hogy én vagyok béna, de ez nekem nem annyira tetszik. A színe viszont jó, az állaga egy matt rúzsra emlékeztet, úgy látom, hogy nem is kopik, hogyha így megnyaljuk, mert én azért szoktam ilyen dolgokhoz folyamodni, de nem lehet, tehát nem lehet rendesen követni az ajak vonalát. Ráadásul optikailag úgy látom, hogy sárgítja a fogaimat, úgyhogy nem tudom, ez se tetszik különösebben ez a termék. Szóval azt mondom, hogy 50%-ig nagyon-nagyon jó a márka, nagyon jó, kiemelkedően jó, viszont vannak olyan termékei, amik annyira nem sikerültek szerintem jól, de ha így végigvesszük, akkor igen, a szemhéj highlighter, highlighting, eyeshadow krém, ami vízálló, beleült a ráncokba, amúgy meg mikrocsillámos krémről van gyakorlatilag szó, és beleült a szemhéjaim ráncába, úgyhogy maximum primerként tudom elképzelni, de hát igen, talán primerként tudom elképzelni, de amúgy arra meg ugye külön egy primert kéne használni. A szempillaspirál nem tetszett, összetapasztja a pillákat és póklát szempillákat csinál. Ez az utolsó ajaktermék, ami egyébként a 040-es árnyalat. Ez szintén nagyon nehéz ezzel a cushion szivacsos megoldással dolgozni, és hát a tartóság az lehet, hogy jó lesz, most úgy tűnik, viszont nagyon könnyű viselet. Szóval lehet, hogyha valaki ügyes és begyakorolja, akkor ezzel jól tud dolgozni. Ezt azt mondom, hogy egy ilyen masszív gyakorlással amúgy lehet jó termék. A szemöldökgír az nagyon-nagyon tetszik, nagyon szépen fixálja is úgy látom a szálakat, és ez azt jelenti, hogy a helyén fogja tartani, valamint szépen színezi, és úgy látom, hogy ki is töltötte nagy részt a hézagokat, úgyhogy ez egy tök jó termék. A körömlakja nagyon tetszik, a tartóságát majd lent olvashatjátok. A kontúrpalettája remek, ez a hideg árnyalatú kontúrszín, ez zseniálisan jól néz ki. És tetszik amúgy a korrektora is, az is szépen tette a dolgát, szépen világosított, és az alapozója meg zseniális, hiszen még mindig nem fényesedem, pedig itt meg lehet halni a melegtől. Úgyhogy összességében a Trendy Tap egy szupermárka, én biztos, hogy fogok vásárolni tőlük még termékeket, ugyanis kinéztem a monószemhéj púdereiből jó párat, mert nagyon különleges színek is vannak, és úgy látom, hogy rengeteg csillámos, konkrétan ilyen mini glitteres szemfestékük van, úgyhogy azokból biztos, hogy fogok beszerezni, illetve a metálos matrúzsai is nagyon izgalmasak, és van például ajakbázisuk is, ami a legtöbb márkának nincs, és nagyon sok olyan termékük van, ami a legtöbb márkának még nincs, vagy valószínűleg nem is lesz. Úgyhogy érdemes körülnézni az állványon, én azt mondom, és tényleg vannak ígéretes termékei, például az alapozó az ilyen csodálatosnak tűnik így elsőre, nagyon tetszik. Közben lemerült a kamera, úgyhogy amíg töltöttem, addig megebédeltem, és hát ez maradt a sminkemből, egy kis főzés, egy kajálás, és utána egy fogmosás után, úgyhogy ez tök jól prezentálja, hogy mit tud ez az ajak cucc, meg hogy így melegben mit tud ez az alapozó, hiszen még bent sül a süti is közben, úgyhogy minden történt. Az alapozó az nagyon szuper, és lehet, hogy ilyen update-eket kéne csinálnom néha a videók végén, nem? Nem tudom. Szóval az alapozó nagyon szuper, amúgy a szempillaspirál nem kenődött fel, és nem pergett le belőle semmi, nyilván ez csak 3 óra hossza, ami most eltelt a töltés miatt, és a számon is tök sok maradt ebből a dologból, hát maga a szép kifestés, ugye, mint láttátok, nem ment, viszont elég durván fennmaradt, pedig ettem még hozzá szalonnás rántottát, szóval a szalonna zsírnak le kellett volna szedni a nagy részét, de így elég sok maradt fent, ahogy látom, és nagyon jól néz ki szerintem így az egész smink még összességében, és tényleg
igazítás nélkül ilyen. Úgyhogy én elégedett vagyok amúgy a tartóságával is, és a úgymond fényességese szörnyű az alapozónak, pedig nagyon meleg nap van, és nagyon meleg ilyenkor a konyha is, nyilván, úgyhogy nem rossz. Hát ennyi lett volna ez a videó, és ha tetszett, akkor lent a like gombot megtaláljátok, ezt a jelet keressétek, és iratkozzatok fel, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök, és nagyon sokat dob a napomon, amikor láttam, hogy nő a feliratkozó szám, ami az utóbbi időben egy kicsit megtorpant, bár ez annak is köszönhető, hogy nem nagyon csináltam videót, de ha feliratkoztok, akkor nem maradtok le az újdonságokról, és ígérem, hogy mostanában lesznek olyan videók, amik egyedibbek és izgalmasabb témákat dolgoznak fel, és szerintem tetszeni is fog nektek, és legyen gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű napotok. Sziasztok!